A futballklubot 2011-ben alapították, idén újonc volt a román másodosztályban, de nem állt meg, hanem feljutott az élvonalba századik klubként a Sepsi OSK. Ott pedig marosvásárhelyi csapatokon kívül Székely még nem járt. A Sepsi-Szentgyörgyi csodáról a pékipari vállalkozó Diószegi László tulajdonossal beszélgetünk. Ő van itt, ha minden igaz. Halló, jó reggelt kívánok! Halló, jó napot kívánok! Na, összejött, szuper a vonal, gratulálok! Amikor tavaly nyáron feljutottak a másodosztályba, azt mondta, hogy nincs olyan álma, hogy mint a cége, ugye az első három között legyen a csapat. Ez az idei szereplés, ez önnek is meglepetés? Hát szerintem mindenkinek meglepetés ez az egész első osztályos helyezés. Ez gyakorlatilag ez egy álom. Azt is mondta akkor, hogy az anyagi ráfordításnak is ésszerű keretek között kell maradnia. A másodosztály gondolom sokkal többbe került, mint előtte, de most mi következik? Hát a java az most fog következni. Ugye hát a másodosztály az többbe került, mint a harmadosztály, tehát a költségvetésük az körülbelül duplája volt, mint a harmadosztálynak, de hát most már tudatosak vagyunk abban, hogy az első osztály az már teljesen másról szól. Az most már szinte azt kell mondjam, hogy háromszor, négyszeres költségvetéssel tudunk nekiindulni ahhoz, hogy nagyszerű eredményeket érjünk el a első osztályba is. Na most a helyi és a megyei önkormányzat is támogatja a csapatot. Sikerül-e majd gyorsan a pálya kérdésében is előrelépni? Szóval meddig lesz brassói albérlet? Hát most egy kicsit változott a helyzet, ugyanis tegnap itt voltak a labdarúgó szövetségtől, és sajnos, hogy még Brassó is kétséges, tehát sajnos még Brassóban sem biztos, hogy tudunk játszani. Akkor hova mennek, ha oda nem tudnak? 100 megyesen van a amit mi választanak, tehát lehetne Plojást 100 megyes között választani, és természetesen 100 megyest választjuk, hogyha nem sikerül a mi pályánkot elfogadhatóvá tenni. Mikor kezdett szezon közben gyanakodni arra, hogy ebből akár még élvonal is lehet? Hát körülbelül olyan március elején, amikor a negyedik-ötödik forduló után játszottunk idegenbe, Bukarest mellett egy faluba, és ott sikerült nyerni 2-1-re, akkor a harmadik helyet azt már megcéloztuk, úgyhogy akkor már gondoltuk. Na most egy pillanatra se akart elugrani a kihívás elől? Az előbb már illusztrálta, hogy milyen hatalmas töbletet fog ez jelenteni, hogy az ember helyt álljon a román élvonalban. Nem ijesztette meg a feladat? Nem, szó se lehet róla. Hát aztán minket székelyeket Kevin Fábó faragtak, mi nem jegyünk meg olyan könnyen egyáltalán egy feladat előtt se. Úgyhogy mi már születésünk óta meg vagyunk szokva nehézségekkel, úgyhogy... Nekünk ez egy újabb kihívás, amit gondolom, hogy jól fogunk teljesíteni, és Magyarországon is büszkék lesznek a testvérszékely csapatra. Hát nem, az már most is nagyon büszke mindenki. Azt mondja meg, hogy ezek szerint akkor nem ilyen átszálló jeggyel érkeznek. Bent maradni, tartósan megragadni a román első osztályba, ez a kemény székelyek terve? Így van, tehát első évben mindenféleképpen a tervünk az, hogy bent maradjunk. Aztán akkor egy picit merészebbek leszünk a jövőben, de hát arról majd csak jövőben fogunk beszélni. Mit jelent a Székelyföldnek, és mit jelent Sepsi-Szentgyörgynek, hogy élvonalbeli labdarúgó csapata van? Hogy lehet ezt a hangulatot, ezt az eufóriát legjobban kifejezni? Hát az idén ugye Sepsi-Szentgyörgyön a női kosárlabda csapat újra bajnok lett, tehát eufória városba, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy most a foci csapat feljutott az élvonalban, most már ez sokkal nagyobb teljesítmény, úgyhogy most az egész város foci lázban ég, és szerintem most már egész Székelyföldnek, egész Erdélynek a büszkesége lett a csapatunk. Jönnek a támogatók, a szurkolók, szóval milyen nézőszámok voltak, és milyenek lesznek majd, hogyha lesz egy megnagyobbított, felújított és alkalmas elsőosztályú stadion is a városban? Hát olyan 2000 nézőre számítottunk, tehát mindig 2000 néző volt, úgy mondom, a másodosztályban. Hát az első osztályban szerintem a 4000-5000 nézőszám az a reális. Hát ugye 4500 férőhely is kell legyen a stadionunk ahhoz, hogy tudják hitelesíteni. Azt nagyon remélem, hogy meg tudjuk csinálni, hogy is az első fordulóban, de legalább a 5.-6. fordulót az Ézi Szentgyörgyön szeretnénk játszani, mert akkor van értelme az egésznek, ha Szentgyörgyét csinálják, akkor lássák is a Szentgyörgyek a meccsenket.
Mi volt a kulcsa? A csapat az utolsó négy fordulóban megállíthatatlan volt, de mi volt a kulcsa egész évben ennek a fényes szereplésnek, ennek az újoncként kiemelkedő és osztályt ugró szereplésnek? Mi az igazi titok és a kulcs? Az igazi titok az, hogy családként próbáltuk az egész dolgot összerakni, és én azt mondom, hogy a legnagyobb titok a tisztesség, a becsületesség, úgyhogy a stáb és a játékosok között nálunk nem volt olyan, hogy mit tudom én, 15-e volt, és azt mondtuk, hogy most nem tudunk fizetést adni majd jövő héten, vagy meg azután való héten, tehát tudtuk a játékosokat motiválni ezzel, hogy a szavunk az aranyat ért. Vannak magyarországi szálak és kapcsolatok, a magyar háttér, a magyar kapcsolat erősítése az mennyire lényeges, mennyire fontos a jövőbeni tervekben? Hát az nagyon fontos, hát aztán tudni kell, hogy mi Magyarországnak nem a mostoha gyerekei vagyunk, hanem az édes gyerekei vagyunk, tehát én úgy érzem, hogy nekünk, mi mindig Budapest felé figyelünk. A keretnek ugye vannak magyar játékosai, figyelik-e őket Magyarországról, és egyáltalán milyen a csapat utánpótlása, lehet-e majd az élvonalban fiatalokra is támaszkodni? Hát az utánpótlás az sajnos, hogy egy kicsit későre kezdtük az utánpótlást. Az utánpótlással úgy vagyunk, hogy Csíkszeredához tartozunk, ugye Csíkszereda a Puskás Akadémiának a kihelyezett tagozata, úgyhogy utánpótlás szinten nagyon jó kapcsolatunk van az akadémiával. 8 vagy 9 korosztályunk van, sajnos, hogy még 4 korosztályunk hiányzik, a nagyobb korosztályok, úgyhogy úgy gondolom, hogy 4 év múlva teljes lesz a korosztályos csapataink száma, és akkor lesz mindenféle korosztályos csapatunk, úgyhogy legközelebb 4 év múlva merem remélni, hogy sepsiszentgyörgyi játékosok is egyre többen lesznek a nagy csapatban. Mi most a klubvezető stratégiája, együtt lehet-e tartani ezt a sikercsapatot az élvonalban is, és hogyan érdemes erősíteni? Hát az a stratégiánk, hogy ez a csapat mindenféleképpen együtt kell maradjon, de természetes tudatával vagyunk annak, hogy ide erősítés kell, hogyha meg akarunk maradni az első osztályba. Úgy gondoltuk, hogy egy olyan 7-8 játékosra lenne szükségünk, meghatározó játékosra, és akkor a csapat gerincét adnák a régi játékosok, és 7-8 kezdőjátékost, ha tudunk hozni, akkor szerintem az idén is tudunk szép meglepetéseket okozni a román bajnokságban. Ha olyan igazi vállalkozóként, üzletemberként megnézi az álmait, meg megnézi a tudatos terveket, 3 év múlva hol lesz a Sepsi OSK? Hol kellene lenni, hogyha minden jól megy? Hú, hát most akkorát mondok, most nagyot mondok. Hát nekem most már még csak az a vágyam maradt, hogy egy UEFA kupa előselejtezőjében legalább bevigyem az OSK csapatát, és akkor azt mondhatom, hogy akkor életem minden vágya teljesült. Tehát akkor felejtsük el az Astra Gyurgyut és ilyen csapatokat, előbb-utóbb a Sepsi lesz ott az Európa Ligában, vagy környékén a selejtező sorozatban legalábbis. Hát ez a vágyam, de hát ezt azért tudatosan nagyon tudatosan el kell mondjam, hogy azért ide sok minden össze kell jöjjön, hogy ez létrejöjjön. De én azt gondolom, hogy sok munkával, odaadással és természetes, hogy sok segítséggel meg lehet ezt valósítani. Arra, hogy azért az első szezonban a 3 közé kerül a csapat az első vonalban, gondolom nem számít. Nem kenyere az óvatlan ambíció? Hát nekem kenyerem a kenyerem, ugyanis igen, azért kérdezem. Tékvállalkozó vagyok, de azért mi a földön maradunk talpal, úgyhogy a lábbal a földön, ahogy mondani szokás, tehát nem merek én ilyen felelőtlen kijelentéseket tenni, hogy az első 3-ban végez a csapatunk. Én reális helyként a 10-11. Helyet látom, amivel már bent tudunk maradni az első osztályba, az már óriási teljesítmény. László, így legyen. Jó felkészülés és további jó munkát önöknek. Szorítunk. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.